hogy ennek a versenynek az a profilja, hogy, hogy minél több embert elérjen az, hogy lehet sportolni, hogy fölvegyék a figyelmet arra, hogy, hogy lehet aktívan is élni, nem kell otthon ülni. Nagyon sok verseny van, már triaton is, meg futóverseny is az országban, de szeretnénk azt figyelembe venni, vagy, vagy azt a prioritást követni ezzel kapcsolatban, hogy itt, itt mindenki elindult, itt nem kell szupersportolónak lenni, hanem tényleg bárki a munka mellett, anyaság mellett, apaság mellett, minden mellett egy nagyon pici edzéssel elindulhat és kipróbálhatja magát. És ezért volt ez a gondolat, hogy a Péterrel Péternek volt ez a gondolata, hogy kérdezzelek meg téged, hogy a te életedben hogyan függ össze a munkád, a sporttal, hogyan jött az életedbe a triatlon, és ahogy olvastam az anyagodat az interneten, nekem a rólad alkotott kép, mert hogy nem ismerjük egymást személyesen, nekem a harc, az a szó jutott rólad eszembe, hogy én egy harcos, egy aktív embernek látlak, elolvastam a, az önéletrajzodat az interneten, és így azon jelmondatot, hogy nyújtsd ki a kezedet, hogy számomra ez is egy nagyon aktív cselekményt sugal. Erről szeretnélek kérdezni, hogy erről mesélj egy kicsit. Na, nagyon köszönöm a bizalmadat, hívet és a kérdéseidet. Az előbb, ahogy beléptem ide, bevillant az első sport sikerem, ami, ami úgy nagyon megdobta a gyerekkori lendületemet. Ötödik osztályos voltam, amikor Cooper teszt, 12 perces futáson, 2530 métert futottam, az azt jelenti, hogy 11 évesen, és akkor emlékszek rá, hogy a tesi tanár ezt ott Földeákon, a szülőfalomban, általános iskolában, a tornateremben egy nagy táblára kiírta, és akkor ez így nagyon lelkesített, hogy, hogy ilyen rekordok vannak. Kis labdadobásban, de olyan hatalmasat dobott valaki, hogy az iskola udvarból még átdobta három házzal arrébb a tűzéptelepre. Most voltak nyilván olyan sportágak, amikön belül elérhetetlenül nagy különbségek voltak már olyan kiskorban is. Tehát például én ezt álmodni sem mertem volna, hogy akkor el tudok dobni. De futásban például jó voltam. Ugyanígy jó voltam fociban, vagy éppen bicajban, úszásban. Aztán ezek közül a sportok közül leginkább a foci maradt, úgyhogy 10 évesen eltöntöttem, hogy én leszek a világ legnagyobb focistája. És mostanában gondolkodtam azon, hogy annyira naívan azt képzeltem ilyen gyermeki tudattal, hogy igazából meg fogjuk nyerni a VB-t, a magyar válogatott, és hogy én leszek egyedül a magyar válogatott tagja. Tehát így elképzeltem, hogy, hogy a magyar csapat az így belőlem fog állni. És hogy egyszerűen annyira jók leszünk, vagy hát én annyira jó leszek, hogy, hogy nekem egyedül is elég lesz képviselni a magyar csapatot. Aztán hát nyilván, ahogy teltek az évek, úgy az álomból már csak annyi maradt, hogy, hogy szeretek sportolni. Nyilván hát most én pap vagyok, ez, a, ez az életem lényege, hogy elsősorban pap vagyok, másodszorban pap vagyok, harmadsorban pap vagyok. De ennek abszolút nagyon szép része az, hogy, hogy szeretek sportolni, és hát tényleg, tehát a harc szó az, az így jellemez, szeretek harcolni, de remélem, hogy abban az értelemben, ahogy József Attila mondja, hogy érted, harcolok, nem ellened. Milyen versenyző vagy? Úgy értem, hogy vannak, akik elindulnak versenyen az élményért, vagy csak azért, hogy teljesítsék, hogy is ez megadja a boldogságot, de vannak, akik nagyon időre el konkrét tervek alapján versenyeznek. Te melyik csoport vagy? Azt hiszem az utóbbi, sajnos, vagy valahogy ezen is dolgozni kell, hogy, hogy lehet-e egyszerre úgy önfeledten
sportolni, hogy közben mégse az idő és a teljesítménykényszer legyen az úr. Tavaly, mikor a Szálka triatlonon a csapatunk aranyérmes lett, akkor hát én nagyon büszke voltam erre az aranyéremre, de hát teljesen nyilvánvaló volt számomra, hogy azért lehettem aranyérmes, mert a csapattársaim olyan szinten teljesítették az úszást és a biciklit, hogy nekem a végén végül is már csak annyi dolgom maradt, hogy ne adjam fel. De ennek ellenére nekem nagyon fontos volt ez a 15 kilométer augusztus 15-én, 40 fokban, 1:30-től 1:30-ig. Tehát az kegyetlen volt. Ez volt az első triatlonos élmény? Ez volt az első, de én ott ugye a futást, vagy a biciklit és az úszást, én ott nem teljesítettem, csak a futást. Most viszont Faddon, a sprinttávban a teljes triatlont fogom teljesíteni. Szerintem azért mindenki, aki már eleve egy versenyen elindul, tehát nem csak úgy egyénileg délután nekiindul, hogy éppen egymás után ússzon, bicajozzon és fusson, tehát mindenki, aki már egy versenyen elindul, az már a szó magában hordozza azt, hogy egy rajtszám van, van egy időpont, amikor elindul, ő se szeretne, mit tudom, este 10-kor beérkezni, úgyhogy talicskán tolták be. Tehát aki versenyen elindul, abban biztos, hogy benne van az, hogy azért nézi az órát. Nem baj ez. De az se jó, hogyha ez elveszi a gyermeki örömet. Melyik szám megy a legjobban, amikor a futás gondolom? Alapvetően szerintem igen, a futás az biztos, hogy jól fog menni. Hát évekig azért futottam, fociztam, tehát az az alap. Aztán most, hogy így egy pár hete idősebb Cenc Péterrel sokat bicajozunk, épp ma azt mondta, hogy biciklire születtem. És akkor így ezzel legyezte az egómat, hogy tényleg lehet, hogy vannak olyan sportok, amiket talán életemben nem is vettem annyira súlyosnak, fontosnak, hogy lehet, hogy azokhoz lett volna több tehetségem. De alapvetően a futáshoz is nekem egyébként sokáig voltak olyan rémálmaim, így gyerekkoromban visszatérve sokszor álmodtam ezt, hogy próbálok elfutni valami üldözők elől, és mindig utolértek. Aztán egyébként, amikor volt egy időszak 16 évesen, amikor így kiraktak a foci csapatból, az nagyon nagy törés volt lelkileg, és akkor úgy döntöttem, hogy nem baj, én attól még nagy focista leszek, és átmentem az atlétákhoz. De tulajdonképpen minden sportban egy idő után az ember szembesül azzal, hogy annyira jó sportolók vannak, sokkal jobbak, mint én, hogy így rájöttem arra, hogy tulajdonképpen, tehát az, amit a tévé mutat, vagy nem tudom, a média, vagy így a sportvilág, tehát bármilyen sportban a legjobbak, azok így az átlagember számára elérhetetlenek. Tehát szó szerint elérhetetlen. Tehát lehet így a gondolattal kacérkodni, de most mondjuk egy példát, a Szekszárdi, a Módos Laci az egyik legjobb így a saját korosztályában, így az amatőrök között, de néha már a profiknál is. Most például beszélgettünk a Péterrel, hogy Frankfurtban volt Ironman-on egy két hete, tehát ő mit tudom, 35 éves körül lehet, olyan idős nagyjából, mint én. Most Lacit a 60 éves szeniorok, a világ legjobb szeniorjai, 60 évesek, megverték. Tehát 30 évvel idősebbek. Tehát ez eszméletlen. Uh-huh. Tehát itt olyan teljesítmények vannak, aminél tényleg érdemes azt mondani, hogy nem nézek fel a csúcsra, hanem mondjuk üdvözlöm őket, integetek nekik, és a saját bőrömben pedig megpróbálom a jelenben érezni magam, és szerintem emiatt nagyon jó a sport, hogy megtanít a fegyelemre, a jelenben való figyelésre, és ha csapat van, akkor a társakra való figyelésre. Tehát mindenféleképp
A sport az egyik legfontosabb szegmense az életnek. Főleg akkor, hogyha ez valami játékszerű. Tehát mondjuk egy maratonfutás az nem annyira játék, de a foci az mégiscsak játékosabb, még akkor is, hogyha ugyanolyan nagy teljesítmény, vagy még nagyobb kell hozzá. Nagy váltás volt focista álmaidat feladni és pap lenni? Vagy ez olyan egyszerűbben ment? Vagy jött egy... Hogyan volt nálad ez a váltás? Hát igazából azt a szót használom erre, hogy kiszerettem a fociból, és ezt azóta használom ezt a szót erre, amióta Pécsön találkoztam egy asztali foci világbajnokkal. Egy fiatal srác, ilyen... Gombfoci? Igen, ez a gomb... Tehát igen, gombfoci, ugye más az asztali foci, az a csocsó, a gombfoci, az maga a gombfoci. Na és ilyen gombfoci világbajnok. Itt egy 15 évesen, 16, 17, 18, és akkor így láttam, hogy már mit tudom én, melyik évtől már nincsenek ilyen kupák. És akkor kérdeztem tőle, hogy na, itt ettől az évtől már miért nincsenek ilyen kupák? És azt mondta, hogy hát kiszerettem belőle, és abba hagytam. És akkor ez a szó így nagyon megragadott engem, hogy így kiszerettem én is tulajdonképpen a fociból. Mondjuk én nem az aranyérmek után, hanem a nem érkezett nagy eredmények után, 20 évesen Szegedon, én Megye-2-ben fociztam, az egyetem csapatában, a Szegedi Egyetem csapatában, és abban a két évben, amíg én ott magyar szakos voltam, tulajdonképpen én beküzdöttem magam a kezdőbe, ami azért maga szintjén az teljesítmény volt. De valahogy ott volt egy olyan szerelmi csalódás, tehát ott voltam 19 évesen, Megye-2-ben, és egyszerűen nem jöttek úgy igazán azok a képzeletbeli eredmények, és egy ilyen légüres térbe találtam magamat. Én akkor még nem tudtam, hogy pap leszek, tehát ez nem egy váltás volt, hogy na akkor ez nem, és azt igen, hanem így tényleg így egy ürességben voltam. Oda mentem az edzőhöz, és azt mondtam, hogy én nem jövök többet focizni. És ő se értette. Én se értettem, de ez volt. Ez rossz volt. Tulajdonképpen ez egy nagyon rossz állapot volt. Hónapokig ebbe voltam, ezt tudom mondani, milyen rossz volt. És akkor ebbe az ürességbe egyszer csak úgy minden előzmény nélkül berobbant az, hogy Jézus sokkal jobb mindannél. Tehát Jézus egy élő személy, annyira izgalmas, annyira csodálatos. Tehát maga Jézus volt az, aki berobbant az ürességbe. Nem a papi életforma, vagy a papi hivatás, vagy a papi életcél, hanem Jézus egy élő személy. Értem. Szokott, ez mondjuk nem a sporthoz kapcsolódik, de ilyen azóta is megvan neked ez az intenzív kapcsolatod Jézussal? Hogy minden nap átéled ezt a jelenlétét? Sőt, egyre intenzívebben. Persze itt ez megint egy másik világ, hogyha a sportról át evickélünk a hitvilágába. Egyszer volt egy felismerésem, egy lelki gyakorlatom, hogy tehát bármilyen sportra, ha gondolsz, mindig van egy aktuális legjobb. Hegymászás, úszás, futás, mindig, mindenben. Van egy épp aktuális legjobb. És minden gyerek, ha abban a sportban neki kedvet álmod szerepelni, akkor a legjobb akar lenni. Szerintem ez egy nagyon jó gyermeki hozzáállás, hogy a legjobb, a legjobb. És amikor mondjuk én a világ legjobb focistája akartam lenni, akkor én ezt nem reflektáltam a kis agyacskámban arra, hogy ha én a legjobb leszem, az azt jelenti, hogy a jelenleg legjobbnál jobb leszek. Leteszítem a trónról. Például, ha én leszek minden idők legjobb magyar focistája, akkor Puskácsos öcsét letaszítom a trónról, és ő már csak második lesz onnantól kezdve.
Na most a foci, vagy a sport, vagy bármiben ez a hozzáállás, ez szerintem maximálisan helyes. Máskülönben nem mozgatná a világot a kreativitás, a lendület, tehát akkor valahol az egész egy múzeumi dolog maradna. De a hitben, Jézussal való kapcsolatban, az egyházban, a kereszténységben már eljött a legjobb. A fölülmúlhatatlanul legjobb, az összehasonlíthatatlanul legjobb, Jézus Krisztus. Az Isten fia, a szentek szentje, a királyok királya, az urak ura, aki maga a szeretet. És amikor ez nem is olyan rég, tulajdonképpen már pap voltam 2-3 éve, amikor egy lelki gyakorlaton egy nagyon mélyen leesett nekem az, hogy ezen a pályán, ebben a úgynevezett sportban, a magbocsátás sportjában én nem látok a legjobb. Mert itt már itt van a legjobb. A legeslegjobb. És ehhez kell egy alázat, kell egy nagyon mindenféle szempontból egy átélés annak, hogy ez nem arról szól, hogy én leszek a legjobb. Ez teljesen másról szól. Teljesen másról. Lényegileg másról szól. Ez arról szól, hogy itt már kihirdették a legjobbat, és az én feladatom annyi, ami nagyon szép, nagyon fontos feladat, hogy őt fölmagasztalom. Hogy újra és újra kimondom azt, hogy Jézus, te vagy a legjobb. És itt volt egy nagyon szép élményem, amikor pappá szentelték 2009. december 5-én, 7 éve és 8 napja, 7 éve, 8, vagyis 7 éve, 7 hónapja. Á, most kicsit elkeveredtem. Nem is. 6 éve, 7 hónap és 8 napja. Igen, 2009. december 5-én. Most utána nagyon, nagyon vitt a lendület, hogy én új misés vagyok, mindenhova hívtak, és ilyen első, úgynevezett ilyen első miséket tartott. Mindenütt első misés voltam. És az egyik ilyen első misére készülve a szobámba imádkoztam, elmélyültem, és láttam egy belső víziót, egy képet, lelkileg. És ez a vízió az volt, hogy tudod, amikor mondjuk egy foci csapat nyer az EB-n, vagy a VB-n, vagy a bajnokok ligája, akkor utána ilyen nyitott tetejű busszal, a kupával végigvonulnak a városon, az országon, és akkor a csapat kapitánya tartja a kupát, és akkor így ez tök jó. Na és egy ilyen képet láttam, hogy Jézus áll fönn ezen a buszon, mi ott vagyunk a csapatban, körülötte, én ott álltam Jézus mellett, Jézus állt középen, fölemelte a kupát, mindenki örömmel, és az volt a kupára vésve, hogy pap vagyok, győztem. De jó, ez tényleg nagyon összekapcsoltad akkor ezt a kettőt az életedben. Úgy visszatérve a triatlonra, akkor te tavaly Szálkán kerültél ide a triatlon közelbe először. Igen. És mikor döntötted el, vagy hogy milyen indítatásból, hogy most megcsinálod mind a hármat, hogy egyénében teljesítesz egy távot? Ja, az ifjabb Cenc Péter barátommal nagyon sokat futottunk, tavaly a félmaratont is lefutottuk. Nem versenyen, hanem így. Versenyen kívül, tavaly szeptember 5-én, amikor ez a hatalmas eső volt, nem tudom, emlékszel rá, hatalmas eső volt, és arra én készültem, edzettem, hogy le tudjam futni a félmaratont, és Szekszárdot körbefutottuk. Mondjuk akkor tehát az utolsó 3 kilométer az halál volt, és emiatt nem is vagyok büszke arra az eredményre, mondjuk 1 óra 55 perc, ami nem olyan rossz. Ne. Csak az, hogy az utolsó 3 kilométeren, tehát ott így húztam magam után a belemet, úgyhogy azon a napon így mit tudom én, így nem posztoltam az eredményt a Facebookon, nem készítettem róla képet, Petrinek is mondtam, hogy erről senkinek ne beszéljen, mert az utolsó 3 kilométer az olyan volt, hogy mondtam Petrinek, hogy beszélj hozzám, mert itt fogok meghalni, és akkor így kérdeztem tőle, hogy figyelj, te még bírod? És akkor azt mondja, hogy hát ebben a tempóban még egy pár órát elfutnék.
Tehát érted, ő Iron Man-es országos bajnok, tehát én magad majd meghaltam az utolsó 3 kilométeren, de ez azért volt, mert előtte lévő hónapokban ilyen maximum 12 kilométert futottam. Tehát nem voltam igazán felkészülve. Csak becsületből futottam végig. És egyébként az volt a tervem, hogy akkor maga lesz ősszel a félmaraton, és idén tavasszal a teljes maraton. De amikor a félmaratonon ilyen csúfosan szerepeltem, akkor magam számára csúfosan, akkor úgy döntöttem, hogy én nem fogok a maratonra annyit edzeni, hogy azt normálisan le tudjam futni, mert ahhoz heti szinten olyan sok időt kell bárakni a dologból, hogy én azt az időt, én azt Istenre, meg az emberekre, meg a papságra, az egyházra akarom fordítani. Tehát ilyen szinten én nem akarok időt ebbe beletolni. Na és visszatérve az ifjabb Szent Péterhez, hát tavasszal volt az esküvője, ha jól emlékszek, márciusban vagy áprilisban, és az esküvője után a vacsorán az édesapja, idősebb Szent Péter, rábeszélt, hogy erre a faddi dombori triatlonra nevezzek be, és akkor én ott nagy naivan előtöttem a naptárat, és be is írtam, vagy ilyen vagyok mindig, hogy raktam veled is időpont megbeszélni, és akkor. És hát kicsit könnyelműen, de így igen mondtam, és akkor valamikor egy hónappal ezelőtt egyik nap egy erősebb futás után, másnap azt éreztem, hogy hát ma lenne időm sportolni egy fél órát, órát, de annyira fáj a vádlim, hogy most így nem akarok neki menni ennek az újabb mai futásnak, mert fájni fog, közben abba akar hagyni, vagy mit tenni, utána egész nem csak húzom a lábam. És akkor beugrott, hogy hé, hát augusztusban akkor mit triatlanozni kéne, megígértem. És akkor gondoltam, hogy végülis, ha biciklizok, az más izmokat mozgat. Hát felhívom Pétert, az idősebbet, hogy menjünk bicajozni. És akkor felhívtam, és képzeld el, hogy azt mondta, hogy ma reggel bicajozott el a ház előtt, és pont arra gondolt, hogy miért nem jövök veled bicajozni. Na és akkor ez egy ilyen kis, ilyen tudod, amikor egybeesnek a dolgok, ez egy ilyen jó érzés. És akkor nem mondom, hát ez tök jó, akkor kezdjük el, szerzett biciklit, szerzett belépőt az uszodába, úgyhogy most már nem is tudom mióta, 2-3 hete a foci EB közepe óta így járogatunk, futunk, úszunk, bicajozunk, és hát így most így azt mondom, hogy ez a triatlon, ez, tehát a foci után a legjobb sport. Ó, hát ezt örömmel. Én de is komolyan. Erre a véleményre jutottam nem annyira rég, amikor mi elkezdtük. Tényleg? És te hogy jutottál erre az eredményre? Hát én úgy jutottam erre az eredményre, hogy én futottam, terepfutó voltam. Nem, sose voltam én profi versenyző, csak ilyen szeretetből. De volt egy időszak, amikor egyszerűen túl sokat mentem, túl sokat edzettem, és elfáradtam. És éreztem, hogy egyszerűen most nincs kedvem elmenni futni, pedig kellett volna, mert fölírtam magam, versenyre jelentkeztem. És érdekes, hogy a párom már évek óta ki akarta próbálni a szálkai versenyt. És én meg azt mondtam, hogy dehogy próbálom ki, hát nekem az nem kell, nekem a futás útig elég. És végül is ráadtam a fejem, hogy elfáradtam, nincs kedvem futni hosszúakat. Hát akkor fogtam magam, lementem úszni. És csak arra voltam kíváncsi, hogy le tudok-e úszni 750 métert egyszerre. És végül is leúztam, és elmentem, kölcsönkértem egy kerékpárt, mert nem volt kerékpárom, elmentem kerékpározni, és soha életemben nem kerékpároztam. Nem is ültem versenybiciklin, semmi, és kaptam kölcsön az egyik énekes pajtásomtól egy biciklit, és elmentem. És akkora élmény volt egyedül, nem is tudom, egy 3 órán keresztül bicikliztem, és beleszerettem a biciklizésbe.
És végül is kipróbáltuk a triatlont, és nagyon megtetszett. Tehát én úgy kerültem le, hogy a fiaimat beirattam úszni, utána a fiaimat beirattam triatlonra, és onnan elkezdtem kapni a segítséget, hogy hát ezt csináld, azt csináld, ezt próbáld ki, azt próbáld ki, és megéreztem azt, hogy az ember nincs egyedül, hanem ott vannak a társak, akik már ismerősek, akik ezt már csinálták, és nem... Amikor elmentem az első versenyre, azt sem tudtam, mit kell csinálni. Ezért is írtam be a fiaimat, hogy majd rajtuk keresztül majd én is megtanulom. És nagyon-nagyon megszerettem, hogy több minden mozgást kell csinálni. És nagyon-nagyon megszerettem azt, hogy nem csak futni kell, hanem hogy lejárok úszni, hogy el tudok menni biciklizni, ezért tényleg egy nagy szerelem lett nekem ez a biciklizés. És valahogy annyira belefolytunk ebbe családügyileg, hogy azóta elég aktívan bele szántuk magunkat ebbe, és így kerültem tulajdonképpen tavaly ősszel idősebb Cenc Péter megkérdezte, hogy nincs-e kedvem vele futni, mert hogy beszélgettük, hogy hát délelőtt fut ő is, én is, hát bemenjünk. És én nem tudtam, hogy a dombori versenyt ő csinálja, és elki szóba jött, és végül is rájöttünk arra, hogy mennyire jól tudjuk egymást segíteni, és na, hát én örültem a felkérésnek, hogy esetleg tudnék segíteni a faddombori verseny szervezésébe, és így még munkám szerint is, akkor bele csöppentem ebbe, úgyhogy vávetve ide kerültünk. És akkor most te is indulsz, vagy szervezel a parton? Én most szervezek, igen, én máshol indulok, más versenyeken, Szálkán is fogok indulni, de akkor, amikor szervezek, akkor nem versenyzek, mert azt a kettőt azt már nem tudom meg. Gyerekeim versenyeznek, úgyhogy az már nagyon sok lenne, hogy gyerekek is, meg feladataim is vannak, hogy akkor biztosan nem fogok versenyezni. Mondjuk nekem, én faddomboriba csináltam meg az első versenyt, sprinttávot, igen, de nekem nem volt olyan jó élmény az úszás, mert beúsztam a nálásba. Nem tudtam egyenesen úszni, nem voltam hozzászokva ahhoz, hogy olyan helyen úszok, ahol nem látok semmit. És hát teljesen össze-vissza, és félelmetes élmény volt, hogy elkezdtem úszni a mezőnyel, és mire először fölnéztem a mezőn, már a felénél túl volt. Én meg gyakorlatilag ott utolsóként ott úsztam, de hát a kedvemet azért azt nem vette el, de hát rájöttem arra, hogy hát némi gyakorlásra szükségem van nyílt vízi úszásra, hát ez azóta sem olyan jó, de hát nem baj, nem baj. Behozom biciklivel meg futással. Így van. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Igyekszem majd a napokban ezt, akkor én is, amit én is köszönöm. Leírok.